Sziasztok, üdvözöllek titeket újra itt a csatornámon, én Petra vagyok, és a mai napon elhoztam nektek egy újabb, nagyon érdekes és nagyon durva történetet, ami azt illeti. De mielőtt még belevágunk, szeretnék bocsánatot kérni azért, hogy nagyon sokáig nem volt videó. Ez azért volt, mert ugye otthon voltam Magyarországon, aztán 2 hétig körülbelül nem csináltam semmit, vagy hát egy-két hétig. És utána pedig elkezdtem dolgozni ezen az ügyön, viszont ez az ügy, ez nagy. Nagyon részletbe menően tudjuk a dolgokat ezzel az üggyel kapcsolatban. Úgyhogy emiatt is 2 részes lesz a mai videó. Ilyen még sose volt, hogy 2 részes lett volna, bár nem olyan régóta csinálom, de azért már van fent egy pár videóm. És ez lesz az első, ami ilyen 2 részes lesz, mert egyszerűen nem fogom tudni belesűríteni egy videóba. Továbbá észrevettem, hogy egyre többen jöttök a csatornámra, amit nagyon-nagyon szépen köszönök. Észrevettem mindenkit, aki feliratkozott, és tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy tetszenek nektek is ezek a videók, és a jövőben is tetszeni fognak nektek. De most akkor vágjunk is bele a történetbe, ami, mint mondtam, eléggé részletgazdag, úgyhogy sokszor fogom a kis lapjaimat nézni, hogy biztosan azt mondjam, amit ugye mondanom kell, és ne felejtsek ki semmiféle fontos részletet esetleg. Úgyhogy igen, kezdjük is el! Szóval a mai videó Candace Newmakerről fog szólni, aki egyébként North Carolina-ba született, Lincolntonba 1989. november 19-én, de még nem fogunk ilyen előre haladni, nem fogunk még ennyire előre haladni, ugyanis nagyon sok mindent tudunk a hátteréről, a gyermekkoráról, sőt, nagyon sokat tudunk az anyukájáról, pontosabban, és a nagymamájáról, úgyhogy először őket fogjuk kibeszélni. Ugyanis azt lehet tudni, hogy amúgy az anyja és a nagymamája nagyon-nagyon-nagyon szerették ők, viszont egyikük sem tudta megadni nekik azt, amire Candace-nek szüksége volt, ami pedig ugye nyilván egy jó gyerekkor, stabil otthon, mert hogy egyiküknek sem volt meg ez a stabil otthon, nem tudom, nem volt jó gyerekkoruk, tényleg nem nőttek fel egy olyan normális családba, hogyha értitek, mire gondolok. Nagyon nagy szegénységben éltek, és mint ahogy mondtam, instabil és diszfunkcionális családba születtek mind a ketten, és Candace is. Úgyhogy ez egy ilyen családi átok. Nem tudom, eléggé hihetetlennek képzelem, hogy ilyen amúgy létezik, de itt a példa rá, hogy igenis van ilyen. Úgyhogy kezdjük is először a nagymamájával, aki egyébként az anyjának az anyja, tehát az anyai nagymamája, akinek a neve Mary Clendenen volt, és őt is elhagyta az anyja. Tehát úgy kezdődött az élete, hogy kicsi korában, azt hiszem, amikor még kisbaba volt, az anyja őt és a nővérét, ugye Méri nővérét, ott hagyta egy utcasarkon, és ennyi, tehát elhagyta az anyja, már őt is, és hamarosan nevelőszülőkhöz került, ahol ugye végül is egy stabil otthont kapott, ugye nevelőszülők által, viszont valamilyen okból, hát nagyon sok oka lehet annak, hogy valaki nevelőszülőtől nevelőszülőbe, nevelőotthonba kerül. Nem tudjuk, hogy miért volt ez, hogy miért került ő ilyen sokszor, hogy miért kellett ilyen sokszor nevelőszülőt vagy nevelőotthont váltania, de ugye ez nyilván, ez a sok költözés és változás még instabilabbá teszik a gyerek életét, és hogyha jól tudom, akkor Méri 17-szer került új nevelőszülőkhöz. Tehát az borzalmasan sok, ez elképesztően sok. És ugye nagyon sok fiatal lány, amikor bekerülnek a rendszerbe, ugye ebbe a
ebbe az árvaházi rendszerbe, nem tudom, hogy pontosan hogy hívják sajnos, de amikor, hogyha be, akik bekerülnek ebbe a rendszerbe, a legtöbbjük stabil családi állapotra vágynak, és emiatt korán kezdenek el házasodni, és ugye Méri 18 éves korában, ugye minden gyerek 18 éves korában kikerül a rendszerből, hogy akkor most akkor tessék, itt van neked a nagyvilág, hogy próbálj meg most magadról gondoskodni, most már nem fog senki rólad gondoskodni, ugye próbáljanak meg, ugye meg kellett, Mérinek is meg kellett próbálnia a saját talpára állni, és úgy döntött, hogy hát már azelőtt is mondjuk férjhez ment, de mindegy, tehát az a lényeg, hogy az volt, úgy gondolta, hogy neki, hogy az a kiút ebből a rendszerből, ebből az életből, hogyha összeházasodik egy férfival. És Méri ezt is tette, 16 éves korában ment férjhez először, és hamarosan 2 gyermeke született, először egy kislány Angie, és utána egy kisfiú Albert. Ugye a házasság nyilvánvalóan ez egy nagyon, szerintem ilyen nagyon sietetett is, mert ugye Méri minél előbb ki akart kerülni a rendszerből, meg amúgy is fiatalok voltak, úgyhogy nyilvánvaló volt, hogy a házasság nem fog sokáig tartani, úgyhogy hamarosan egyedül volt, egyedül lett végül, tehát elváltak, és most Mérinek még ennél, annál is nehezebb volt a feladata, mint amilyen azelőtt volt, ugyanis most már volt 2 pici babája, nem mondom azt, hogy babák, de volt 2 gyermeke, 2 további 2 száj, amit etetnie kellett, gondoskodnia kellett róluk, de viszont sajnos nem kapott munkát, mert nem volt semmiféle képzettsége, nem értett tényleg semmihez, mert gondolom nem tanult, nem volt sok lehetősége ott a nevelőszülőknél, és hamarosan utcára került a 2 gyerekkel együtt. És azt lehet tudni még, hogy Mérinek volt egy kocsija, és ők ebben a kocsiban aludtak. Viszont Méri tudta, hogy nem szeretné, hogyha a gyermekének rossz élete lenne, ezért úgy döntött, hogy a legjobb megoldás az, hogyha örökbe adja őket. És akkor nyilvánvalóan tudhatjuk, Albertről egyébként nem tudunk túl sok mindent, Angie-n lesz a fókusz, mert Angie Candace édesanyja egyébként, viszont azt lehet tudni, hogy Angie egyáltalán nem viselte jól a nevelőszülőket, tehát nyilvánvalóan, ahogy mondtam, ő is bekerült ebbe a rendszerbe, nevelőszülőktől nevelőszülőkhöz járt, mindenhol volt valami problémája, úgyhogy mondom, házról, nevelőszülőre vándorolt. Igazából mindenkire mérges volt Angie, akire csak lehetett, szomorú volt, ilyet, és úgy érezte, hogy az anyja nem akarja őt, és azért adta be őt, ugye azért adta, azért adoptált, nem adoptált, ő azért adta örökbe őket, mert nem szerette őket. Ami nem volt igaz, Méri csak azt gondolta, hogy így, hogy még az az élet is jobb annál, mint amit ő tudna nekik biztosítani. Szóval, mint ahogy mondtam, Angie dükkítéréseit és egyéb dolgait, ugye nem fogadott szót, meg ilyesmi, nagyon sok nevelőszülő nem tudta kezelni, és emiatt, mint ahogy mondtam, nevelőszülőkhez járt, és azt lehet tudni, hogy több mint 12 nevelőszülőnél lakott ez alatt az idő alatt. És az egyik otthon egyébként egy kifejezetten érzelmileg zavarodott gyerekeket gondozott, és nagyon sokan úgy gondolták, hogy Angie-nek komoly problémái vannak így a dűruhamaival, meg minden ilyesmivel együtt, de erről majd később fogok beszélni. Egyébként Angie később azt nyilatkozta, hogy őt sosem szerették, nekik csak pénzt jelentett. Mármint, hogy a rendszernek. Ugye teljesen úgy érezte, hogy senki nem foglalkozik vele, a rendszer sem foglalkozik vele, illetve hát a szociális munkások, illetve az anya sem akarja, teljesen szegény lány egyébként durva, nagyon, el sem tudom képzelni, hogy milyen lehet ez, el sem tudom képzelni, hogy miket élt meg Angie ez alatt az idő alatt, és hogy érezte magát. Szóval, ahogy mondtam, soha nem tartotta be a szabályokat ugye a nevelőszülőknél, visszabeszélt, dürohamai voltak, ahogy mondtam, és emiatt problémás gyereknek lett
elkönyvelve, és sajnos ahogy idősödött, ezek a tükrétörések meg tehát ez a viselkedése sokkal erőszakosabb lett, mint amilyen volt gyermekkorában. Az ügyét sokszor bíróság elé vitték egyébként, ahol viszont a szociális munkások mindent megtettek azért, hogy megtalálják neki a megfelelő otthont, de sajnos nekik soha nem sikerült. Ők tényleg segíteni akartak Angie-nek, mert ők látták, hogy miért viselkedik így, és hogy mi pontosan a problémája, de viszont a bíróságnak erről fogalma sincs, ugyanis egyébként ez egyik alkalommal a bíróság mentálisan instabilnak titulálta Angie-t, amely segítségével egyébként egy olyan intézetbe sikerült kerülnie, ahol olyan szakemberek dolgoztak, akik ugye hát ilyen gyerekekre specializálódtak végül is. Viszont Angie nagyon-nagyon rosszul érezte magát amiatt, mert hogy mentálisan instabilnak könyvelték őt el. Nagyon-nagyon szégyelte, és lázadozott az ellen, hogy ebbe az intézetbe bekerüljön, mondván, hogy vele amúgy nincsen semmi gond, egyszerűen csak mindenkire mérges. És ezt meg is tudom érteni. Én nem is értem, hogy mit várnak el egy ilyen gyerektől egyébként. Tehát mit várnak el tőle? Főleg, hogy ő egyébként ismeri az anyját, tehát nem az volt vele, mint például Mérivel, mert hogyha jól tudom, akkor Méri, ugye ő nem ismerte az anyját, az anyja sosem lépett vele kapcsolatba, de azt lehet tudni, hogy Méri tartotta Angie-vel a kapcsolatot, sőt még Albert-el is. Úgyhogy ugye több lehetősége volt, illetve több oka volt Angie-nek arra, hogy mérges legyen az anyjára, mert gondolom nem értette, hogyha még kapcsolatot is tartja vele, akkor miért nem lehet vele? Akkor miért nem lakhat vele? Szerintem ezt így nem értette, és emiatt volt annyira nagyon dühös. Továbbá Angie az anyjával szeretett volna lakni, Mérivel szeretett volna lakni, de aztán, mikor Mérinek a dolgai stabilizálódni látszottak, még akkor sem vette magához Angie-t, mert ő is problémás gyereknek tartotta, és úgy gondolta, hogy nem fogja tudni elviselni őt. Ez konkrétan az ő szavai. Tehát ez is fura, hogy lehetem, hogy úgy gondolta, hogy ebben a speciális otthonban ő neki mindent meg tudnának adni, ami ugye az ő elmeállapotát segíti, nem tudom, de nem akarta magához venni. És akkor, mint ahogy tudjuk, egyetlen kiút itt is eljött, ez volt Angie-nek körülbelül az utolsó ötlete ahhoz, hogy kikerüljön a rendszerből, és mint ahogy már Mérinél is hallhattuk, ugyanazt csinált igazából, mint Méri. 16 évesen azt hiszem elhatározta, hogy férjhez fog sürgősen menni, nagyon-nagyon sürgősen, minél előbb, annál jobb, és egyébként ebben az évben még 16 éves korában Angie teherbe esett, és életet adott első fiának. Viszont ő megelőzte Mérit, mert tudta, hogy nem fog tudni róla gondoskodni, ezért őt még a születésénél örökbe adta egyébként. Nem értem, hogyha tudod meg, hogyha ott van előtted az anyád, mint példa, mert ahogy mondtam, tartották a kapcsolatot, tehát biztos, hogy beszéltek ilyen dolgokról, de hogyha tudta, hogy igazából nem fog tudni gondoskodni a gyerekről, akkor miért nem vigyázott? Nem értem, tehát teljesen ugyanabba a hibába beleesett, mint az anyja, és Angie konkrétan az anyjához akart költözni, tehát egy tök stabil, tényleg a családjával gondolt, hogy szép családi életet szeretett volna élni, gondolom, az anyjával együtt, meg nem tudom kivel együtt, főleg az anyjával, ez azt jelenti, hogy vágyott a családra. Jó, megkaptad a családot, szültél egy gyereket, de most örökbe adod, mert rájöttél, hogy nem tudsz róla gondoskodni. Nem értem. Mindegy. Nem tudom. Mert hogy érted, hogyha szülsz egy gyereket, és aztán rögtön örökbe adod, az nem család. Tehát biológiailag igen, az anyja vagy, de nem vagytok egy család. Nem tudom, hogy értitek-e, hogy mire gondolok, de ez nekem annyira furi. És akkor 17 éves korában végül sikerült Angie-nek férjhez mennie egy Todd Elmore nevű
23 éves fiúhoz, akinek egyébként megvolt a saját maga eléggé fura, eléggé instabil múltja, vagy eléggé megkérdőjelezhető múltja, ugyanis ő egy bűnöző volt, nagyon-nagyon sokat lopott, és egyébként a rendőrök már nagyon-nagyon jól ismerték a környéken. Ő igazából lopásból és kicsinyes bűnökből, vagy bűntényekből tartotta el magát. Ez sem valami jó dolog egyébként. Később Angie egyébként azt vallotta, vagy azt mondta, hogy ő sosem szerette Todot, és csak is azért ment hozzá feleségül, hogy kikerüljön a rendszerből, és hogy minél messzebb kerüljön az anyjától is, mert szerintem ezen a ponton meg már úgy gondolta, hogy jó, hogyha az anyám nem akar, akkor megcseszheti, és minél távolabb akart tőle kerülni, amit gondolom meg is kapott. Viszont ettől függetlenül, hogy nem volt szerelmes a saját férjébe, vagy nem is akart egyetem vele lenni, nagyon-nagyon szeretett volna anya lenni, és az első terhessége, ami ugye 16 éves korában történt, az egyébként elmondta a későbbiekben, hogy az egyébként tervezett volt. És itt megint az, hogy nem értem. Tehát, hogy amikor a tervezed a gyereket, mondjuk akkor, hogyha 16 éves szültél a gyereket, akkor mondjuk azt, hogy 15 körül tervezgetted a gyereket, és akkor az nem fordult meg a fejedben, hogy egy év múlva körülbelül nem fog semmi változni, és ugyanúgy a gyereket be kell adnod a rendszerbe, és nem tudom, hogy na mindegy, ez a fura nekem, ez itt valami nagyon fura. De mindegy, Angie nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon izgatott volt amiatt, és nagyon-nagyon várta azt, hogy megteremtse a saját családját, hogy végre legyen egy saját családja, és hogy boldogok legyenek együtt. És hamarosan teherbe is esett, és egyébként annyira szerette a kisbabáját, megszállottan szerette konkrétan a kisbabáját, ami nyilván nem furcsa, mert hát terhes nő nyilvánvalóan, persze, hogy megszállottan szereted a saját gyerekedet, de hogy ő annyira, hogy azt mondta a későbbiekben, hogy amikor terhes volt, akkor csak klasszikus zenét hallgatott, és hangosan olvasott a még hasában növő gyermekének, ugye, és azt mondta, hogy úgy gondolta, hogy ez okosabbá teszi majd a gyermekét, és akkor a jövőben ugye a gyerek nem fog, tehát hogy jó munkája lesz, meg mit tudom, tehát hogy ezáltal jobb jövőt fog a gyermekének biztosítani. Nem tudom. Igazából ezen a területen nem képeztem még magam, nem olvastam még utána semmiféle ilyen dolognak. Nagyon sok ember vallja azt, hogy ezek a dolgok igenis beválnak, és hogy hát nem is az, hogy okosabb lesz a gyermeked, de talán, hogy értelmesebb lesz, vagy könnyebb lesz neki tanulnia, vagy nem tudom, igazából fogalmam sincs, nem mondom, nem vagyok ezen a téren, nem ismerem nagyon ezt a témát. De igen, ennyire szerette a gyermekét, hogy már akkor végül is megpróbálta megalapozni a gyermeke jövőjét, amikor még csak terhes volt vele. De szerintem ez nagyon aranyos egyébként. És igazából ekkortájt, amikor terhes volt, házasodott össze az anyja, Mary, egy David Davis, nagyon jó neve van, David Davis nevű emberrel, aki egyébként egy szerelő volt, hát szerintem autószerelő, vagy valami ilyesmi. Nem tudom, szerelő volt, és egyébként egy nagyon-nagyon kedves, és nagyon-nagyon odaadó emberről van szó, tehát egy igazi aranyemberről van szó, ez a David Davis. Ez a történet során többször is elő fog bukkanni, és csak jó tettei vannak ennek az embernek, de komolyan mondom. Tehát ekkortájt ismerkedett meg, vagy ekkortájt házasodott össze ezzel az emberrel Mary, és Angie-nek olyan apja lett, ilyen apa figurává vált számára, nyilvánvalóan, mert a anyának a férje, de hogy Angie nagyon szerette. Tehát Angie nagyon-nagyon szerette Davidet, és David is nagyon-nagyon szerette Angie-t, mint saját lányát. David is nagyon-nagyon várta egyébként első unokája születését, nagyon-nagyon izgatott volt miatta. Állítólag ott is volt Angie-vel a szülőszobán, és mindent felvett kamerára, és ugye ez volt Candace-nek a születése, tehát amikor Candace született,
akkor ott volt a David, és mindent felvett, és annyira izgatottan várt a Candace-t, hogy valami hihetetlen, hogy úristen, ugye első nak, meg minden, el tudom képzelni, annyira kedves embernek tűnik ez a David Davis, esküszöm, annyira, annyira cuki szerintem. És ugye, mint ahogy mondtam, 1989. november 18-án végül Angie életet adott Candace-nek, aki a Candace Tiara Elmore nevet kapta, és egyébként azt lehet tudni, hogy a Tiara nevet David adta neki, tehát David nevezte el Tiarának, és azért, mert hogy ez a gyerek egy értékes ékszer. Hát nem, cuki, esküszöm neked, á, Istenem, nagyon édes ez az ember. Úristen, oda tudnak, ha most itt lenne, úgy oda mennék hozzá, és úgy megölelgetném, hogy Istenem, annyira édes, na mindegy. Egyébként Angie a következő 3 évben kettő másik gyermeknek is életet adott. 1991-ben Chelsea-nek, és 1992-ben pedig Michael-nek. Angie imádta a gyermekeit, nyilván imádta, csak az előbb becseteltem el, hogy mennyire imádta a gyermekét már a hasában. De igen, Angie imádta a gyermekeit, nagyon-nagyon-nagyon, viszont nagyon-nagyon szenvedett azzal, hogy felnevelje őket. Ő tényleg próbálkozott, és tényleg megpróbálta. Az volt a probléma, hogy Angie-nek sem volt semmiféle végzettsége, sehol nem volt tapasztalata, nem kapott munkát, Todd pedig, hát Todd az meg Todd volt, őt rendszerint kirúgták, ugye folytatta szerintem a lopásait is, szerintem azért rúgták ki legtöbbször, mert ugye a rendőrökkel volt dolga, vagy hogy lopott éppen az adott munkahelyről, vagy valami ilyesmi, ez nem derült ki. Aztán Angie azt találta ki, hogy annak reményében, hogy munkát szerezzen, elkezdett egy kurzust, tanfolyamot, egy kozmetikai tanfolyamot egyébként, amit végül sosem fejezett be, állítólag azért, mert talán a vizsgánál Todd nem volt hajlandó őt elvinni vizsgázni. Nem tudom, valami volt Toddal akkor, hogy nem ennyi. Ja igen, hogy az volt, hogy Todd valahol éppen volt, az nem derült ki, hogy hol, és Angie pedig nem tudta egyedül hagyni a gyerekeket, és Todd pedig nem jött vissza. Azt hiszem, talán még telefonjuk se volt, úgyhogy felhívni sem tudta, meg semmi ilyesmi, de ott kellett maradni a gyerekekkel, és ezért nem tudott elmenni a vizsgára, és így sose kapta meg ezt a képzettséget. Mivel, hogy ugye szegénységben éltek, nagyon-nagyon sokat kellett költözniük, és nyilván ezáltal nem tudott stabil otthont biztosítani a gyermekei számára. David Davis próbált segíteni Angie-nek, néha, hát elég sokszor igazából bevásárolt nekik, ugye ételt, vagy éppen amit kellett, fizette a számlákat, amikor tudta, tehát ő nagyon-nagyon-nagyon-nagyon próbálkozott, és egyébként a gyerekek sosem éheztek, és mindig jól öltözöttek voltak, tehát sose jártak szakadt ruhában. Szóval ez a rész legalább megoldódott így szerintem részben Davidnek a segítsége miatt, mert ő tényleg nagyon-nagyon sokat segített a családnak. De viszont ezek a pénzügyi gondok, illetve az ebből fakadó további gondok azt eredményezték, hogy Todd és Angie nagyon-nagyon sokat veszekedtek otthon, és nagyon sokszor a gyerekek előtt is. Annyira elfajultak néha ezek a veszekedések egyébként, hogy párszor a rendőrséget is ki kellett hívni, és Todd egyszer fel is lett jelentve családon belül elkövetett erőszak miatt, vagy családon belüli erőszak miatt, igen. De a vádat később ejtették, mert valamiért Angie nem tudott megjelenni a tárgyaláson. Fogalmam sincs, hogy miért egyébként, ez nem derül ki sajnos. Angie egyébként később azt is elmondta, hogy Candace nagyon-nagyon védelmező volt, és amikor látta, hogy Todd bántja őt, akkor mindig megpróbált közbelépni. Hát nem tudom, egy ilyen egy-két-három éves gyerek, hogy tudhatott közbelépni, de biztos, hogy hát megpróbálta nyilván. Candace továbbá nagyon-nagyon közel állt a nagyszüleihez, és a legközelebb a nagypapájához állt egyébként, David Davishez, akit papának hívott, hát papának hívott végül is, és tényleg nagyon-nagyon szerették.
egymást, és egyébként, amikor Candace 3 éves volt, akkor volt egy nagy veszekedésük éppen Toddal, ugye Angie-nek és Toddnak, és Angie elhagyta őt, egyszerűen összepakolt, fogta a gyerekeket, és elhagyta őt. Viszont hát nyilván megint csak az volt, hogy nem tudtak hova menni, és végül is egy női menedékhelyen tudták magukat meghúzni, de Angie tudta, hogy ezt nem fog sokáig, tehát ezt nem tudják így csinálni sokáig, és ő nem látott ebből megint csak más kiutat, csak azt, hogyha visszamegy Toddhoz, úgyhogy nem sokkal azután, hogy eljöttek, és összepakolta a gyerekeket, és elment, visszament Toddhoz. És akkor ezután történt valami, ami az én véleményem szerint elindította ezt az egész dolgot, és hát ezt az egész dolgot, ami ahhoz vezetett, ami történni fog a későbbiekben. Szóval szerintem itt kezdődött minden, és ez pedig az volt, hogy mivel ugye tinédzser korában, meg gyerekkorában ugye Angie-ben volt a rendszerben, és úgy könyvelték őt el, mint mentálisan instabil. Ezért a szociális munkások mindig is rajta tartották a szemét. Egyébként szerintem nagyon sokszor tettek ilyen látogatásokat hozzá, meg megnézték, hogy az ő gyerekével minden rendben van, pont emiatt a mentális dolog miatt egyébként. És egyszer az egyik szociális munkás arra lett figyelmes, hogy nem tudom, hogy ez hogy működött egyébként, hogy oda mentek a szociális munkások a házhoz, és akkor átvizsgáltak minden gyereket, vagy nem tudom, hogy működik ez az egész dolog. Mindegy, az a lényeg, hogy valahogyan az egyik szociális munkás észrevette, hogy Chelsea hátán, ugye Chelsea Candace-nek a nagyobbik testvére, ugye a húga, hogy Chelsea hátán karcolások vannak. És amikor a szociális munkás megkérdezte Angie-től, hogy ez mégis hogyan történt, tehát egy karcolás nyomok, hogy mi történt, ugye, Angie elmondta neki, hogy hát akkoriban egy ilyen lakókocsiban laktak. Azt hiszem, ilyen kis, tudjátok, az a pici lakókocsi. És hogy Angie azt mondta a szociális munkásnak, hogy az ajtó, az nem záródik jól, vagy nem nyitódik, nem tudom, nem záródik jól, fogalmam sincs. És valahogyan, amikor Chelsea kiment, vagy bejött, tehát használta az ajtót, akkor így szerintem az lehetett a gond, hogy ugye nem maradt ott az ajtó, tehát amikor kinyitod, ugye akkor ott marad az ajtó, hogy akkor jó. Tehát szerintem ez az ajtó, ez olyan volt, hogy kinyitod, és akkor rögtön visszacsukódik. És a hátán így, tudjátok, így becsapódott így az ajtó, nekiütközött az ajtó, és akkor ezeket a nyomokat hagyta. Na most normál esetben, egy normális gyereknél azt gondolnák az emberek, meg hát a szociális munkások is, hogy ezt tudjátok, egy ilyen gyerekes, ilyen kis, tudjátok, a gyerekek bántják magukat, tehát sokszor elesnek, nem is tudom, csinálnak ezt-azt, tehát sokszor sokszor bánthatják magukat, úgyhogy ugye nem akarják magukat bántani. Viszont mivel, és ezt ugye teljesen természetesnek gondolnák egy normális gyerek esetében, viszont mivel Angie mentálisan instabilnak lett kinyilvánítva azon a bíróságon, ezért ezt nagyon-nagyon komolyan vették ezt az ügyet, és rögtön elkezdtek gondolkodni, hogy te Jóisten, mi történhetett, és ezzel még egyébként azt sem segített, hogy pontosan tudták, hogy Todd egyszer fel lett jelentve családon belüli erőszak miatt. Tehát ez sem segített a helyzetükön. És ugye hát a szociális munkások teljes mértékben meg akartak arról győződni, hogy a gyerekek biztonságban vannak, hogy jó helyen vannak, hogy nem éri őket semmiféle bántalmazás. Viszont Angie emiatt a sok kérdezősködés miatt, meg minden miatt annyira megijedt, hogy elveszíti a gyermekeit, vagy hogy elveszik tőle a gyermekeit, hogy az egész család fogta magát, összepakoltak, és kiköltöztek a megyéből. Elköltöztek, elmentek. És ugye nyilván emiatt sokkal bűnösebbeknek, tehát még bűnösebbeknek tűntek az emberek szemében és a szociális munkások szemében, mert hogy hát, hogyha nincsen, nem követett el semmit, akkor minek akar, tehát minek menekül.
Értitek? Szóval nyilvánvalóan így bűnösebbnek gondolták őket. És később egyébként sikerült is őket megtalálniuk. És természetesen ezután Candace-t, Chelsea-t és Michael-t kiemelték a családból, és nevelőszülőkhöz adták őket. Ekkor nyilvánvalóan a gyerekek nagyon-nagyon-nagyon megijedtek, hogy most mi történik. Angie pedig teljesen összeomlott. Na most azért jegyezzük meg, hogy Candace ekkor még kicsi volt. Tehát ilyen négy éves lehetett talán, és akkor a Chelsea volt talán 2, Michael meg 1, tehát nagyon kicsik voltak ekkor még. És mondom, Angie teljes mértékben összeomlott, viszont később visszakerült a családhoz, mert hát nem vele történt ez az eset, hanem Chelsea-vel. Talán, nem tudom, hogy Michael-el mi történt, de Chelsea-t szerintem nem vitték el, nem vitték vissza hozzá. De talán Michael-t sem, Michael-ről nem írnak semmit, úgyhogy nem tudok róla semmit. Ezután Angie-nek rendszeres tanácsadásra kellett járni egyébként a lányával, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy Candace jó kezek között van, és hogy nem bántja őket semmi. Viszont ott volt egy második alkalom, amikor Candace kiemelték a családból, és ez azért volt, mert Angie és az anyja veszekedtek, és az anyja elviharzott a kocsival. Mármint, hogy Mary. Tehát Mary és Angie veszekedtek, és akkor Mary elment a... Elmondom előről a sztorit, jó? Szóval, Candace ezen a napon napköziben volt, és Angie-nek kellett volna ugye elmennie érte a napközibe, de viszont, tehát Mary gondolom meglátogatta Angie-t aznap, és valami miatt veszekedtek, gondolom pénzügyi problémák, vagy valami ilyesmi miatt. Azt nem tudom, hogy mikor, tehát mikor költöztek közelebb az anyjához, mert azt tudjuk, hogy ugye minél távolabb akart költözni az anyjától, de most valahogy visszakerült. Ez talán egy a David Davis miatt, miatt a remek ember miatt, mert ő szeretett volna ugye nagypapa lenni, meg mit tudom én ott lenni a családnak. Nem tudom, na mindegy, ez teljesen lényegtelen. Az a lényeg, hogy Mary ott volt Angie-nél, és veszekedtek, és annyira összevesztek, hogy ugye Mary-nek volt azt hiszem csak kocsija, és ugye Mary kocsijával mentek volna el felszedni Candace-t a napköziből, de viszont mivel Mary elviharzott a kocsival, ezért Angie nem tudott elmenni a napközibe Candace-ért, és mivel nem volt telefonja, nem tudott oda telefonálni sem, hogy nem tudja elhozni Candace-t a napköziből aznap. És nyilvánvalóan, mivel Angie-nek nem volt telefonja megint csak, ezért a napközi sem tudta felhívni Angie-t, és nem tudták, hogy nyilvánvalóan nem tudott, hogy akkor most kit hívjál, mert nincsen meg senkinek a telefonszáma, meg itt van ez a szegény gyerek egyedül. Ezért felhívták ugyan napköziből, az ott dolgozók felhívták Angie ügyével foglalkozó szociális munkást, tehát a szociális munkás felhívta Mary-t, aki azt javasolta, hogy vigyék, vagy hogy ő elmegy Candace-ért, mindegy, hogy az nap este Candace aludjon nála, amíg Angie lenyugszik. A veszekedés miatt ugye, mert eléggé dühös volt, gondolom. És ezt a szociális munkás úgy látták, hogy Angie elhanyagolja a lányát, és 5 éves korában, ekkor volt Candace 5 éves, és ekkor kiemelték a családból. Sajnos véglegesen. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon fura, eléggé megcsavart történet, mert itt Mary hibás volt, mert miért nem lehetett elmenni azért a szegény gyerekért egyébként. Tehát én nem is értem, jó, összevesztél a lányoddal, rendben van. És akkor, amikor elviharzasz a kocsival, akkor nem lett volna mondjuk jó gondolat az, hogy esetleg elmész Candace-ért fölvenni a napköziből? Vagy itt szerintem Mary volt a legnagyobb hibás, a másik pedig az, hogy egyszer, lehet, hogy többször is egyébként előfordult ez,
hogy ugye nem tudta, nem tudott elmenni Candace-ér az anyja, de hogyha tudták, hogy milyen helyzetben van Angie, hogy milyen anyagi körülmények között élnek, meg mit tudom én, amit persze tudniuk kellett, mert ugye rendszeresen meg voltak figyelve, akkor miért nem hisznek neki, és miért gondolták ezt úgy, hogy Angie elhanyagolja a lányát, amikor amúgy nem, csak egyszerűen nem tudott érte menni a napközibe. Nem is értem, hogy ilyenért ki lehet emelni egy gyereket a családból. Mondjuk van egy múltjuk, de az sem olyan volt, hogy tényleg bántalmazták, mert nem bántalmazták, hanem csak az ajtó volt. Tehát én szeretném ezt hinni, hogy nem bántalmazták, de itt valami nekem hiányzik. Tehát itt valami hiányzik nekem, valaminek itt még kellett történnie, de fogalmam sincs, hogy micsoda. Ötletem sincs, úgyhogy valószínűleg sosem tudjuk meg, nyilvánvalóan már sosem tudjuk meg, igen. Hát igen. Szóval, Candace nevelőszülőkhöz került, jej, bekerült a rendszerbe. Már a harmadik generáció, ez már komolyan, zsinórban a harmadik generáció, ami bekerül a rendszerbe, a nevelő otthoni rendszerbe, vagy nem tudom, hogy hívják ezt. És Candace milyen meglepő, de nem viselte jól ezt az egész változást, teljesen, tökre félt, össze volt zavarodva, nem értette, hogy miért veszik el az anyjától, nyilván 5 éves a gyerek, úgyhogy honnan érteni. És neki is nyilván dükkitörései voltak, hát mit várnak el egy gyerektől, de komolyan mondom, én nem is értem ezt a rendszert, fogalmam sincs, hogy működik. Oh, Istenem, ez a szerencsétlen gyerek. Hát persze, hogy dükkitörései voltak, amikor nem értette, hogy miért. Mert ő semmi rosszat nem tapasztalt, senki nem bántotta őt, nem látta azt, hogy sírni tudnék egyébként, meg utána tudom, hogy mi fog történni sajnos Candace-szel. Hogyha nem ismeritek a sztorit, akkor ti még nem tudjátok, de én tudom, és esküszöm nektek, hogy sírni lenne kedvem, mert ez a szegény kislány. Oh, jó, iszok egyet. Szóval, Candace nevelőszülőknél, Chelsea nevelőszülőknél, Michael szintén nevelőszülőknél van ekkor. Mind a hárman. Angie-nek nem maradt senkije konkrétan, mert hát nyilván a férjét nem szereti, mint ahogy később megtudtuk. És Angie próbálta, minden erejével próbálta visszaszerezni a gyermekeit, de mivel nem volt sem stabil állása, sem pedig egy hely, ami alkalmas, vagy egy otthon, egy ház, ami alkalmas lett volna arra, hogy felnevelje ezeket a gyerekeket, nem volt esélye, semmi esélye nem volt arra, hogy visszakapja a gyermekeit. A nagyszülők sem tudták magukhoz venni a gyerekeket, egyrészt azért, mert ugye Mary-nek is megvolt a maga módja, tehát ő is benne volt a rendszerben, neki is gondolom volt egy aktája, ahol minden le volt írva, hogy ő mit csinált, meg hogyan volt, és igazából ő is beadta, nevelő otthonba adta a gyermekeit, tehát neki se volt túl sok esélye, és egyébként Mary maga is úgy gondolta, hogy egy jobb családnál, egy másik családnál biztos, hogy jobb dolga lesz Candace-nek. Nem tudom, tehát nekem ez is fura, hogy egyébként Mary-t sem adoptálták, és egyébként Angie-t sem adoptálták. Tényleg, miért nem adoptálták őket? Hát gyerekkorukban, kisbaba, Mary konkrétan kisbaba korába került be a rendszerbe, de valamilyen okból őt sem, meg Angie-t sem adoptálták, pedig amúgy ez tényleg lehet, hogy jobb lett volna, bár nem tudom. Igazából ezek után, ami ezek után fog történni, én már nem tudom, hogy az a jobb, hogyha bennmaradnak a rendszerbe, és nevelő otthonra, vándorolnak, vagy pedig az, hogyha adoptálják őket, én már nem tudom. Egyik se jó, nem tudom, fogalmam sincs. Az az egy kérdésem lenne itt, hogy ekkor David Davis hol volt, mert tudom, hogy David Davis imádta Candace-t, lehet, hogy egyébként közte és Mary között is voltak ugye összefeszülések, ilyen kis veszekedések ezen, nem tudom, de Davidről nem igazán tudok semmit ezzel kapcsolatban, hogy ő mit gondolt erről az egész dologról, és természetesen csak, hogy minél rosszabb legyen ez a történet, Candace ügyét is bíróságra vitték, ahol arról akartak dönteni, hogy valaha is visszakerülhet az anyjához Candace, vagy pedig nem. Ezen a bíróságon Candace-t is mentálisan instabillá nyilvánították,
ugyanaz tükkitörések, meg mit tudom, milyen dolgok miatt, és úgy döntöttek, hogy soha nem kerülhet vissza Angiehez, vagyis Angie-nek véglegesen megszüntetik a szülői jogait. Ez történt ezen a csodálatos bírósági tárgyaláson, jó? És természetesen Angie nem viselte ezt túl jól, mindenért, ami történt, a rendszert hibáztatta, mert az ő szemükben, ugye a rendszer szemében, úgy beszélek erről a rendszerről, mint hogy Istenről beszélek egyébként, de nem tudok rá jobb szót, mert ez egy rendszer, tehát mert hogy a rendszer szemében Candace nem volt semmi igazából, semmi az égvilágon, csak egy újabb problémás gyerek, akit mentálisan instabilnak kell kikiáltani, mert az tök jó. Egyetértek vele. Azt is olvastam egyébként, hogy a legtöbb gyermek az ilyen a rendszeren belül 18 éves koráig a nevelő otthonban marad, és nem adoptálják. És ezt nem értem, hogy miért, mert azt értem, hogy ilyen tínédzser gyerekeket, szomorú ezt kimondani, szomorú tudni erről, de tudjuk azt, hogy ilyen tínédzser gyerekeket, meg ilyen 10 éves gyerekeket, meg 8, meg mit tudom én, milyen, tehát idősebb gyerekeket általában nem fogadnak az emberek örökbe. Amit egyébként valahol értek, hogy legtöbben kisbabát szeretnének, vagy hát legalábbis nagyon fiatal gyereket, de hogy az, nem tudtam, hogy ilyen sokan maradnak a nevelő otthonokban, meg nevelőszülőknél. De viszont Candace szerencsés volt, ugyanis egy évvel később, tehát 6 éves korában örökbe fogadták egy nő, akit Jean Newmakernek hívtak, aki egyébként a teljes mértékben a sajátjukén szerette volna őt felnevelni, tehát ő teljes mértékben a sajátjukén gondolta. Szerintem még azt sem akart elmondani, hogy örökbe fogadott volt. De hát nyilvánvalóan tudta az a gyerek, azért 6 évesen már tudott, hogy örökbefogadott vagy, de teljes mértékben a sajátjaként szerette volna felnevelni őt. És akkor most egy kicsit beszélek Jeanről. Tehát Jean Elizabeth Newmaker Pennsylvániában nőtt fel. A családja nagyon-nagyon jól élt, a nagyapja halmozta fel a családi vagyont egyébként, butor cégei voltak a nagyapjának, és ezáltal nagyon-nagyon sok pénzhez jutott, és a családnak nagyon-nagyon jó hírneve volt egyébként ott a környéken, és Jean ápoló szeretett volna lenni egyébként, Rochesterben szerezte meg a diplomáját, és utána pedig Virginiában folytatta az ápolói tanulmányait mesterképzésen, szóval nem volt egy buta nő. Egyébként úgy írták le Jean-t, hogy nagyon odaadó volt, nagyon törődő, és ezért szeretett volna egyébként annyira ápoló lenni, mert vagy ápolónő lenni, mert nagyon érdeklődött, nagyon szeretett volna törődni, meg minél többet szeretett volna adni az embereknek, és szeretett volna nekik segíteni, úgyhogy ezért szeretett volna ő ápolónő lenni. A családjának egyetlen egy ilyen kis fekete pontja volt, az pedig az apja volt, John Newmaker, aki alkoholista volt sajnos, és többször le is tartóztatták ittas vezetés miatt. Aztán később bejutatták egy ilyen rehabilitációs központba, rehabra, és azután pedig egy pszichiátriai intézetbe került, és wow, gyerekek! Ezek után jön a durva szarság jön ezután Jean életében. Azzal kezdődött, hogy ebben a pszichiátriai intézetben megismerkedett egy nővel, aki szintén ebben a pszichiátriai intézetben élt, és miatta elhagyta a családját, amikor Jean azt hiszem 28 éves volt, és valami olyasmit is olvastam, bár ez nem biztos, hogy
hogy így volt, valóban, de ez nagyon megragadt a fejemben, de nem, mondom, nem biztos, hogy így volt, mert egy másik forrásból néztem, vagy a másik forrásnál találtam. Állítólag egy olyan nővel találkozott ez a John, tehát hogyha Jean volt 28 éves, akkor ő lehetett olyan 50 biztos, tehát 50 éves tuti volt, és egy Jean-nel egykorú lányjal találkozott ebben a pszichiátriai intézetben, és őt feleségül is vette, miután, konkrétan miután elhagyta a családját, elhagyta a feleségét, és igen. Igen, ez elég gáz, de mondom, nem biztos, hogy ez így volt. 1986-ban az anyjánál rákot diagnosztizáltak, azt nem találtam meg, hogy milyen rákot, de rákot diagnosztizáltak, és nem sokkal később meghalt, szerintem még abban az évben meghalt. És aztán 1987-ben, rá egy évre, hogy az anyja meghalt, az apja is meghalt tüdőbetegségben. Tehát ez milyen már? Úristen! Tehát nem tudom, hogy mikor született ez a Jean. Nem tudom. Nem tudom pontosan, mikor született, azt sajnos nem találtam meg, vagy nem olvastam, vagy nem is igazából figyeltem oda rá, mert úgy voltam vele, hogy engem már az nem érdekel. De hogy az apád elhagyja a családot, tehát az egész család, nem csak az anyját, tehát a Jean-nel sem igazán tartotta a kapcsolatot, hogy elhagyja a családját egy veled egykorú pszichés nő miatt konkrétan, és rögtön el is veszi feleségül, és utána, hogy aztán utána az anyukádnál rákot diagnosztizálnak, és még abban az évben meghal, aztán arra a következő évben, a rák következő évben, pedig az apjánál apja kapott tüdőgyulladást, vagy tüdőbetegséget, és meghalt még abban az évben, az azért elég durva. Tehát az azért durva. Nagyon durva. Miután lediplomázott, Jean Durhamben helyezkedett el, mint gyakorló ápolónő, és szakosodott is. A szakjának a neve gyermek gasztroenterológia és táplálkozás. Ezt így felolvastam, mert nem tudom még csak kimondani se. Egyébként utána néztem, hogy mi a gasztroenterológia, és egyébként ez a gasztroenterológia a belgyógyászatból önállósodott orvosi szakterület, ami az emésztőrendszerrel, illetve annak betegségeivel foglalkozik. Ide tartozik a nyelőcső, a gyomor, a vékony és a vastagbél, illetve a máj, a hasnyálmirigy, az epe és az epevezeték minden betegsége. Igen, ez a gasztroenterológia. Nem tudom kivonni, jó Isten. Oké, ezután, hogy ugye kapott, tehát így szakosodott és kapott állás, meg minden jó volt, úgy döntött, hogy szeretne egy házat, úgyhogy hát vett magának egy 5 hálószobás. Kicsi kis házat, annyira nem kicsi. Egy olyan környéken vette ezt az 5 hálószobás házat, ami egy ilyen nagyon családorientált környék volt, tehát nagyon sok családi ház volt a környéken, nagyon sok gyerek, nagyon sok más család, tehát konkrétan direkt egy ilyen helyre szeretett volna költözni. És ekkor egyébként Jean már 42 éves volt, és úgy gondolta, hogy megvan mindene, jó munka, megvan az otthon, és már csak egy dolog hiányzik. Fura egyébként, hogy férjére nem gondolt. Nem tudom, talán nem akart bajlódni így az ismerkedésen, és rögtön egy gyereket akart. Nem tudom, hogy miért nem ment férjhez egyébként, és miért nem szült gyereket, ez nem derül ki a történetből. Az a lényeg, hogy ő 42 éves korában eldöntötte, hogy szeretne örökbe fogadni a gyermeket, és sikerült is neki, mert hogy 1996. június 14-én örökbe fogadta a kis Candace. Az örökbefogadásnál Candace egy teljesen új születési anyakönyvi kivonatot kapott, vagy születési igazolványt, születési bizonyítványt kapott, amelyben az állt, hogy Jean az anyja, és hogy Durhamben született, illetve kapott új nevet is, ami pedig a Candace Elizabeth Newmaker volt. Az örökbefogadást követően Jean 2 hónapig otthon maradt, és állítólag tehát így mindenféle szomszédtól és baráttól
azt hallottuk, hallották, ők azt nyilatkozták, hogy Jean nagyon-nagyon jó anya volt, tehát azt használták azt a szót, hogy csodálatos anya volt. És hát azért maradt otthon 2 hónapig vele egyébként, hogy minél jobban meg tudják egymást ismerni, hogy össze tudjanak szokni. És szomszédai még azt is nyilatkozták, hogy általában sosem látták őket külön. Tehát vagy sose látták Candace nélkül Jean-t, vagy Jean nélkül Candace-t. Soha, mindig, mindenhova együtt mentek, minden reggel elviste iskolába, minden iskola tehát tanítás után elment érte, elmentek együtt mindenféle iskolai programra, sokat utaztak, delfinekkel is úsztak, hegyet másztak, lovagoltak, túráztak, tehát nagyon sok mindent csináltak együtt, nagyon sok fele mentek. Tényleg, nagyon-nagyon odaadó volt Jean, és nagyon tényleg egy borzalmasan jó anya, egy csodálatos, odaadó anya volt. Mindent megtett a lányáért, és tényleg minden szipi-szupi volt. Az iskolában Candace nagyon barátságos és nagyon kedves volt, a tanárai nagyon-nagyon szerették. Valami olyasmit olvastam, hogy az első tanítási napon benézett Candace az osztályterembe, és akkor megkérdezte, hogy mit keres ott az a fiú, és akkor Jean mondta neki, hogy az nem egy fiú, hanem a tanárbácsi, és hogy akkor, hogy először nagy kicsit félt, meg olyan nagyon szégyenlős volt, de egyébként utána már tök jól ment mindent, nem volt semmi probléma. És egyébként ez az iskola, ahova Candace járt, ez egy ilyen olyan iskola volt, ahol olyan gyereket ahol olyan gyerekek is jártak, akiknek speciális szükségletei voltak, ugye, nem tudom, például, egy példát tudok csak, az, hogy volt ott egy olyan lány, azt hiszem, aki tolószékes volt, és hogy állítólag Candace nagyon sokszor segített ennek a kislánynak, ugye tolni az tolószékét, tolta ide-oda, ahova kellett mennie, WC-re, másik osztályterembe, udvarra, tehát hogy nagyon sokat segített ennek a kislánynak. Azt is lehet tudni, hogy Candace imádta az állatokat, és főleg a lovakat, és később Jean egyébként be is iratta egy ilyen lovas iskolába, és amikor második osztályba került, akkor meg is kapta az első lovát. Az igen, mondjuk ápolónőként tanul, hát igen. Mondjuk a kérdésem, hogy lett volt ennyi ideje Candace-re, amikor ápolónőként dolgozott, mert én azt hallottam, hogy az ápolónőknek nagyon-nagyon sokat kell dolgozniuk, úgyhogy... Hát mindegy, gondolom jól beosztotta az idejét, nem tudom. Candace-nek voltak barátai is, ugye ő is saját maga alakította az új baráti körét, akikkel eljártak játszani, ugye parkokba, meg ilyesmi, illetve rendszeresen tartottak pizsibulikat, ugye mindig másnál volt, hogyha jól tudom, vagy úgy volt, hogy talán minden héten másnál tartották ezeket a pizsibulikat. Igen, szóval minden tökéletesnek látszott, nem volt semmi probléma, viszont Jean a későbbiekben bevallotta, hogy ekkor már voltak problémáik. Az volt a legnagyobb problémája Jean-nek, hogy Candace még egy év ottlét után sem tudott úgy kötődni Jean-hez, ahogy az Jean akarta volna. Tehát semmiféle kötődése nem volt Jean-hez, ugye anyai nyilván, és azt állította, hogy ez abban nyilvánult meg, hogy például Candace sosem engedte meg Jean-nek, hogy a karjába vegye, vagy hogy Candace soha nem nézett Jean szemébe, és akkor gondolom ilyen ölelések, meg puszik, meg ilyesmik, ugye, ami egy normális anya-lánya kapcsolatban van, azok meg szóba se jöhettek, gondolom én. Úgyhogy ez nagyon bántotta Jean-t, illetve azt is lehet tudni, hogy nagyon sokszor gonoszan és erőszakosan viselkedett Jean-nel, sokszor tört össze dolgokat otthon, és egyszer még tüzet is gyújtott, azt nem tudom, hogy direkt, de szerintem biztos, hogy nem direkt. Én egyszer felgyújtottam egy szőnyeget. Felgyújtottam a nagymamám szőnyegét, és el tudom nektek mondani, hogy én nem direkt piromániás vagyok, azt bevallom, imádom a tüzet, imádok játszani a tűzzel,
Még azt is szoktam csinálni, hogy van egy ilyen ügygyűjtő, akkor mindig így izégatom. Nem tudom, valami nagyon szeretem. Régebben egyébként rosszabb volt. Volt kandallunk is, meg minden, mindig játszani akartam a tűzzel, nagyon élveztem. Mindegy, szóval nem hiszem, hogy Candace direkt gyújtotta volna fel valamit igazából. Nem tudom, hogy mit gyújtott föl, az nem derül ki a történetből. Ugye nyilvánvalóan, mivel senki nem látta Candace ezen oldalát, ezért senki nem tudta, hogy mi megy a háttérben, mindenki úgy gondolta, hogy milyen tökéletesek, milyen tök jó kapcsolatuk van, tudjátok, mennek ide-oda, meg mit tudom én, tök jól érzik magukat, minden szipi-szupi, mint ahogy mondtam. Viszont Jean elhatározta, hogy szeretné elvinni orvosokhoz Candace-t, hogy kiderítse, hogy mégis mi a probléma, hát mi az, hogy nem kötődik egy év után az örökbefogadott lánya hozzá. Lennének kérdéseim, mindegy. Szóval többször is elvitte Candace-t orvoshoz, pszichológusokhoz, tanácsadókhoz, és ezáltal Candace több gyógyszert is szedett, például egy olyan nevűt, amit úgy hívnak, hogy Dexedrin, amit az ADD-jére kapott. Mi is az az ADD? Az ADD az Adult Attention Deficit, vagy pedig Hyperactivity Disorder, tehát hiperaktív, meg nem tudom, meg... tehát, hogy valami... Hát, jó, rákerestem magyarul. Fogalmam sincs, hogy milyennek a magyar neve. Egyetlen egy nevet találtam, ami annyira nem illik, de talán figyelemzavar. Ezt az egy szót találtam. ADD. Hívjuk ADD-nek, oké? Okay? Nem fogom figyelemzavarnak hívni. Egyébként a Hyperactivity Disorder, tehát az adult, az Attention Deficit, Hyperactivity Disorder, így az egész egyben az ADHD, de viszont Candace-nek nem ADHD-je volt. Azt is olvastam, hogy az ADD-t meg az ADHD-t nagyon-nagyon sokszor összekeverik, mert nagyon hasonlóak a tünetei, de Candace-nek ADD-je volt egyébként, aminek a következők a jelei, illetve az ilyen tünetei. Az egyik a lobbanékonyság, a szervezetlenség és problémák priorizálása, gyenge időgazdálkodási készség, problémák a feladatra összpontosítással, probléma a több feladatos munkavégzéssel, túlzott aktivitás vagy nyugtalanság, rossz tervezés. Tehát ezek a tünetei, nem tudom, de hát a maximum dolog, amit én úgy gondolok, hogy Candace-re esetleg, tehát Candace-nek esetleg volt ez a tünete, az talán a lobbanékonyság lehetett, mert hogy, nem tudom, tehát a gyenge időgazdálkodási készség például, tehát ez egy, hány éves ekkor Candace? 7 éves. 7 éves gyereknél. Egy 7 éves gyerek hogy tudna jól időgazdálkodni? Tehát, ez nem tudom, na mindegy, nem vagyok orvos, fogalmam sincs, de ez is olyan furi nekem, na mindegy. Továbbá, több gyógyszert is szedett, nem csak ezt a Dexedrint, antidepresszánst és antipszichotikus gyógyszereket is szedett, mint például a Risperdal, amit egyébként akkor adnak, amikor skizofréniád vagy bipoláris személyiségzavarod van. Ezt a gyógyszert, ezt skizofréniára és bipoláris személyiségzavarra adják általában. Egyébként a Duke egyetemi orvosok azt mondták Jeannek, hogy ennek a kislánynak az a problémája, hogy túl sok mindent megélt már, ugye túl sok minden rossz történt vele, és ez a viselkedés egyrészt emiatt alakulhatott ki, másrészt pedig amiatt, hogy nevelőotthonba járt. És hát ilyeneket mondtak neki az orvosok, viszont szerintem ez Jeannek nem volt elég jó. Ezért felállította a saját diagnózisát, amely szerint Candace Reactive Attachment Disorderben szenved.
amit úgy fogok hívni, hogy reaktív kötődési zavar, mert magyarul, tehát lefordítottam ezt is magyarra a Google-ba, viszont erre nem találtam magyar megfelelőt, úgyhogy lefordítottam szó szerint, és ez a reaktív kötődési zavar, és a továbbiakban kötődési zavarnak fogom hívni. Nagyon nehéz volt ezeket így lefordítani, de remélem, hogy érthető. Szóval Jean saját maga diagnosztizálta a gyermekét ezzel a kötődési zavarral, azt ne felejtsük el, orvosok nem. Szóval a reaktív kötődési zavar, vagy a reactive attachment disorder akkor alakul ki, amikor kisgyerekek elhanyagolás vagy bántalmazás áldozatai lesznek évekig, és utána nem tudnak kialakítani érzelmi kapcsolatot, nem tudnak kötődni a későbbi gondviselőjükhöz. Elhanyagolás, bántalmazás. Nem tudom, hogy ennek az elhanyagolásnak és a bántalmazásnak mennyire hosszúnak kéne lennie ahhoz, hogy egy ilyen zavar kialakuljon. Nem hiszem, hogy nagyon kevés, mert hát egy évet töltött, hogyha jól emlékszem, akkor egy évet töltött nevelőotthonban, plusz előtte még egy kicsit, de azt szerintem nem volt több egy pár hónapnál, vagy pár hétnél. Nem tudom, hogy ez ki tud-e alakulni egy év alatt. De igen, konkrétan ez a kötődési zavar, ez konkrétan azt jelenti, hogy mivel sokan bántották és sokan elhanyagolták a gyereket a múltban, amikor végül adoptálják őket, akkor a gondviselőjük, vagy az új anyukájukhoz, vagy új szüleikhez nem tudnak kötődni. Egyszerűen nem tudják, hogy hogyan kötődjenek hozzájuk. Majd erre még később visszatérünk. A jelei egyébként ingerlékenység, szomorúság, félelem, nehézség az emberekkel való és a nehézség az emberekkel való interakció. Tehát, hogy az emberekkel való interakcióban felelhető nehézségek. Nehézség az emberekkel való interakció. Mindegy. Tehát értitek, hogy miről beszélek. És kicsit korán magyaráztam el, ne haragudjatok. Szóval azt tudjuk, hogy Candace-nek sokszor voltak pánikrohamai, sokszor voltak dükkitörései, és nagyon sokszor sírt, és nagyon-nagyon mélyen, és nem tudott egyszerűen megnyugodni. Amíg az RAD-ben, vagyis hát a kötődési zavarban szenvedő gyermekek nem tudnak érzelmi kapcsolatot kialakítani egy felnőttel sem, egy darabbal sem, addig Candace nagyon könnyen tudott érzelmi kapcsolatot kialakítani a saját anyjával, a nagyszüleivel, újszülött és óvodás korában. Tehát ő kötődött az biológiai anyjához és a nagyszüleihez is. És a kötődési zavarban szenvedő gyerekek, szerintem ezt valahogy úgy kéne elképzelni, hogy amikor a kisbaba vagy, akkor elhanyagolnak, nem foglalkoznak veled, értitek? És akkor onnantól kezdve te megtanulod, hogy nem bízhatsz senkiben, és nem számíthatsz, főleg azt, hogy nem számíthatsz senkiben, és ezáltal nem kötődsz, nem tudsz kötődni, nem érted, hogy mi az, hogy kötődni, mert az anyukát például ő sem kötődött hozzád, amikor kellett volna. Szóval ez szerintem így születéstől szépen lassan alakul ki, úgyhogy szerintem Jean diagnózisa egy kicsit helytelen volt, bár mit várunk tőle, hát mégis csak mondjuk, igen, ápolónő, csak egy ápolónő. Azt hiszi, hogy egy nagy orvos, meg mit tudom én, de ápolónők nem hiszem, hogy felállíthatnak, vagy fel tudnak állítani diagnózisokat. Na mindegy. Szóval igen, ez volt a gond, nem gond igazából Candace-szel, hogy neki volt érzelmi, tehát ő kötődik. Még, szerintem még akkor, még a mai napig, nem a mai napig, hanem akkor is még kötődött a biológiai anyjához, amikor ugye már örökbe lett adva, tehát, és szerintem egyébként ezek voltak, hogyha volt is vele bármiféle gond, biztos, hogy volt, bár szerintem nem annyira dramatikus, mint amennyire Jean leírta, de hogyha voltak is gondok vele, akkor biztos, hogy azért, mert tehát ismerte az anyját, tudta, hogy milyen az anyja, hiányzott neki, vele akart lenni, nem akart ezzel az új emberrel lenni, tehát én szerintem ez tökre érthető, hogy nem tudott
kialakítani egy kötődést egy tök idegen emberhez, aki úgy random besétált az életébe, és elfoglalta az anyja helyét, értitek? Tehát, na, gondolkozzunk. Na mindegy, néhányan, sajnos csak néhányan, reméltem, hogy sokkal többen, de néhányan úgy gondolták, hogy Jimnek nem voltak realisztikus elképzelései az újonnan adoptált lányával kapcsolatban, és csak annyit kellett volna tennie, hogy Candace-t elárasztja szeretettel és törődéssel, és ezáltal a kislány jobban kötődne hozzá, hogyha még, tehát mondjuk elég, tehát nem is értem, tehát adott neki szeretetet, meg törődést, de igen, tehát Candace gyászolta konkrétan a családját, akiket elvesztett, akiket jól ismert, és akiket elvettek tőle, és hogyha esetleg Jean talán több szeretetet, és több odafigyelést, és kicsit hosszabb ideig, tehát hogyha nem rögtön az lett volna, hogy na most akkor kötődjél hozzá, nem tudom mennyi idő után, hogyha várt volna, hogyha adott volna időt Candace-nek, akkor lehet, hogy sikerült volna kialakítani egy kapcsolatot, egy kötődést, érzelmi kötődést Candace-szel. Mert az volt a gond, hogy Candace még nem állt arra készen, amint ahogy mondtam, hogy lecserélje az anyját, a biológiai anyját, akit ismert, akivel együtt élt, akivel egész életében együtt élt és együtt volt. Jaj, ez annyira felcseszi az anyamat. Továbbá ott van az a lehetőség is, hogy esetleg az volt a probléma, hogy vannak olyan gyerekek, hogy akiket adoptálnak, még akkor is, hogyha szeretik a gondviselőiket, akkor is visszabeszélnek, és rosszul viselkednek, és nem fogadnak szót, és ezt és ezt csak azért csinálják egyébként ezek a gyerekek, akik ezt csinálják, nyilván nem az összes adoptált gyerek csinálja ezt, de az a gyerek, aki ezt csinálja, az azért csinálja ezt, mert úgy érzik, hogy hűtlenek a biológiai szüleikhez, hogy egy olyan megbánást, vagy egy bűntudatot éreznek, hogy megint csak az, hogy lecserélik a saját szüleiket. Tehát nem tudom, hogy értitek-e az én gondolatmenetemet, mert annyira sok vélemény, tehát olyan sok, igen, véleményem van erről, olyan sok gondolatom van erről, hogy egyszerűen nem lehetetlen lenne egyet elmondani nektek. De hát nem lehet egyszerűen azt várni egy gyerektől, hogy rögtön az legyen, hogy mami, én úgy szeretlek, amint belép az ajtón. Nem, ez nem így megy. Tehát ez nem így megy, és Jim pedig emiatt úgy gondolta, hogy van valami probléma Candace-szel, holott egyébként ápolónő, és igazából tudhatná, hogy hogyan működnek azért ilyeneket tanulnak szerintem, hogy érzelmeket, meg hogyan működnek ilyen-olyan dolgok, tehát ezt csak tudnia kellett volna. És sajnos, mivel ennyire sietetni akart a Candace, és igazából azt hiszem 10 éves korában történik vele az a dolog, ami történik, szóval 4 évet adott neki, hogy nála legyen, és talán amikor 10 éves már akkor kezdődnek el a történet, tehát akkor talál valamit, ezt majd elmesélem, tehát valami megoldást rá, szóval az azt jelenti, hogy akkor egy körülbelül olyan 3 évet, hát kicsit talán több, mint 3 évet próbálkozott ezzel a gyereknél bevágódni, és azt gondolta, hogy nem megy, és akkor biztos van valami baj vele. Szerintem a 3 év az még nagyon kevés, főleg, hogy Candace 6 éves volt, amikor adoptálták, tehát tudott a világáról, tudta, hogy mi van körülötte, tudott az anyjáról, a nagymamájáról, a nagypapájáról, a testvéreiről, hát tudta, hogy ők léteznek, és hogy mit jelent az, hogy család, és tudta, hogy ők a családja. Én nem értem, hogy miért akart elvárni ilyen dolgokat egy szegény kislánytól. Én értem, hogy el akarsz válni bizonyos dolgokat, amikor, hogyha adoptálsz egy gyereket, de mondom, idő kell nekik egyszerűen. Szerintem mind bárkinek idő kéne ahhoz, hogy megszokjon egy új környezetet, egy új életet, mert végül is ez az, tehát Candace egy teljesen új életbe csöppent bele,
Tehát szerintem ezt azért ennek időt kéne hagyni, és Jean egyszerűen nem akart elfogadni, hogy ő nem kötődik hozzá, hogy nem úgy viselkedik vele, mint hogyha a lánya lenne. Én még kétlem azt is, hogy egyébként anyának hívta, szerintem csak Jean-nek hívta, vagy néninek, vagy nem tudom, valami ilyesminek. És szerintem ez is eléggé zavarta Jean-t. Na mindegy. Viszont én itt befejezem az első részt. Remélem, hogy tetszett nektek. Hát, ez így furi így kimondani, mindegy. Ha van bármiféle véleményetek eddig az ügyről, ezzel az egész... akár az tehát az ilyen a rendszerről, vagy az adoptálásról, vagy az, hogy mit lehet elvárni egy gyerekről, és mit nem, ha van esetleg erről véleményetek, akkor írjátok meg a kommentekben, és hamarosan hozom a következő részt, a második részét, ami egyben ugye nyilván a befejező rész lesz ennek a sztorinak. Nehéz történet ez. Nagyon nehéz történet, komolyan mondom, hogy... Szörnyű és nagyon nehéz, úgyhogy készüljetek fel a következő részre. Igen, valószínűleg jövő héten pénteken fogom hozni a következő részt, úgyhogy igen, akkor majd találkozunk akkor. És hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és tartsatok velem a legközelebb is, és ne felejtsétek el, második rész egy hét múlva pénteken. Sziasztok!